Hét fordulót követően az alapszakasz felénél 2 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 6. helyén áll a Fátum Nyíregyháza. Az őszi időszak nem úgy alakult a csapat számára, ahogyan azt a szurkolók elképzelték, menet közben edzőcsere is történt, a görög Leonidas Gajtanakis a szlovákiai Tomás Varga váltotta. A Challenge kupától a Csep Rosztajovval szemben mindkét meccset idegenben játszva 2 vereséggel búcsúzott a Nyíregyháza, a Magyar Kupában viszont várhatja a Vasas elleni párharcot a Fátum. A bajnoki szereplés miatt azonban lehet hiányérzet a játékosokban és a vezetőkben. Összességében, ha a csapat helyezését nézzük, akkor talán azt mondhatom, hogy igen, viszont a mostani játéképét és azt a fejlődő tendenciát, amit mutat a csapat leginkább az edzőváltás óta, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk. Maga az edzőváltás is jól sült el, hiszen az első mérkőzés még a régi vezetőedző másodedzőjével, illetve az új vezetőedző másodedzőjével, Pampuk Csabával sikerült megnyerni, és azt gondolom, hogy utána elindultunk egy olyan úton, amit mutat ugye a kupába való legjobb 4-be kerülés, hiszen az első célunkat decemberre teljesítettük, ami abszolút jó irányt mutat. Én azt látom, hogy abszolút elérhető az a cél, amit kitűztünk, hogy a bajnoki érmes helyezések egyikét tudjuk elérni, hiszen annyira sűrű a mezőny a 3.-tól a 6.-7. pozícióig, hogy akár egy győzelemmel is ott lehet a közvetlen éllovas Vasas Békés Csaba mögött bármelyik csapat. A bajnoki szünetben több csapatnál is volt játékos mozgás. A nyíregyháziak jelen állás szerint a jelenlegi kerettel játsszák végig a szezont. Amíg bármelyik sportágban nincs vége az átigazolási időszaknak, addig felelősen nem lehet azt mondani, hogy nincs további változás a keretben. Szakmailag én azt gondolom, hogy jól sikerült kiválasztani mind a légiósokat, mind a magyarokat. Most ugye egy magyar lány távozott a keretből, viszont a saját utánpótlásunkra szeretnénk fókuszálni azon a pozíción, így került fel Földi Boglárka teljes értékű játékosaként a Fátum keretének. Illetve január 31-ig tart ez az átigazolási ablak, addig természetesen bármilyen sérülés, olyan jellegű betegség történhetne, történjen. Tehát azt nem mondhatom, hogy nem változhat a keret, de mély, nagyságrendi változásokra azért nagy valószínűsége már nem fog sor kerülni. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvárúri csarnokban. A 8. forduló további párosítása a következő, Kaposvár MTK Budapest, Vasas Óbuda Újpest és Székesfehérvári Mávelőre Szent Benedek Röplabda Akadémia.